Sziasztok és köszöntelek titeket a mai videóban, amiben van egy nagyon különleges vendégem, vagy vendégünk, aki nem a Zsömi. Sziasztok! Itt van velünk Zsömi is, Zsömit már megszokhattátok előző videóból, viszont itt van egy elképesztően tehetséges srác, Balázs Pili Soma. Sziasztok, örülök, hogy itt vagyok. Eddig ugye bármilyen zenés videó volt, eddigi egyetlen szakszofonos videón kívül, mindig zongoránál ültem, és akkor vagy ott volt egy énekes csaj, vagy a Zsömivel nyomtunk valamit, ő trombitált, én pedig zongoráztam. Ez ma megváltozik, ugyanis a mai napon Soma fog zongorázni. Nagyjából egy szinten vagyunk. Nem tudom, nem. Én szakszofonok. Ja, amúgy szakszofonozik. Nem, nekünk az. Most ez komolyan, nekem. Mert két nekem. Tényleg nagyon-nagyon tehetséges fiatallal vagyok itt. Soma zongorista. Klasszikus zongorista. Minden stílus nagyon szeretek, csak a többibe béna vagyok. Igen, két olyan... Dehogyis, nem erre mondtam, hogy igen. Nem, két olyan zenész ül most itt, akik a tipikusan az, én onnan hívok valakit tényleg full profinak, amikor leül egy hangszer mögé, és ha bármit kérsz tőle, az lejátsza. Bármilyen stílusba, bármilyen hangnembe, lejátsza. Oké, lehet, hogy 10 másodperc után, de lejátsza. És két ilyen zenész ülök itt, és én vagyok itt ma a kakukk tojást. Majdnem elfelejtettem, ez az indokolatlan kandalló azért van itt, hogy ez a Zsömi széke. De majd begyújtunk. Jó szék, a videó végén. Most, hogy itt a tavasz. Az a helyzet, hogy nem találtunk neki normális széket, úgyhogy ezt a kandallót húztuk ide. Na de a mai videóban, hozom is a kellékeket. A mai videóban ezekből a dobozokból kihúzunk egy-egy top hazai előadót, mint például Volmar, Tideni, Manuel, Bruno Espak, K. Kevin, és hozzájuk a másik dobozból kihúzunk egy teljesen, hát idegen vagy független stílust. Ja. Például mondok pár stílus, blues, jazz, klasszikus, reggae, és megpróbáljuk azokat, hát nem megpróbáljuk, hanem meg is fogjuk, azokat a számokat abban a bizonyos stílusban eljátszani. Soma, te vagy a vendég, úgyhogy te húzol először. De megtisztelő. Kisebb doboz nem volt. Keverem. Bruno Espak, keverem. Zsömi, te húzod a stílust. Én. Hát, csak tudsz kiúzni a stílust. Trombitány tudsz, egy stílust is ki tudsz húzni. Szép volt. Jazz. Mit van Snoop Dogg? Srácok. Felültél a fuchszot. Maradhat? Persze. Tudtuti? Na, volt benne egy kis melléfújás, de az a szar a YouTube. A render. Soma, megint te húzol. Most stílust húzol. Blues. Blues. Zsömi. Blues bármi jó bluesba. Mit tenni? Úristen. Megmondom őszintén, zavarba vagyok, srácok, nem azért. Nem, de két ilyen pró között játszani, főleg úgy, hogy 4 hónapi nyújtam. Kényelmes az a gondoló. Olyan puha. Te húzol előadót. Popstar. Az Manuel. Az Lady Gaga. Ja, Manuel, igen. Klasszikus. Wow! Most olyan nagy a tét, mint oda izé. Köszönöm. Legyen az is minimumosban. Thank you.
Én megvettem, very szép, big. Azt, nem adom. Zsombor, mondjuk van németül, mert német suliba jár. Az ödlik. Természetesen. Honnan megy ez? Tíben megmondtam. Mit? Reggi. Na srácok, jön az utolsó, ezt most én kihúzom, mert már úgyis csak egy-egy van. Tavargó, Funky! Jó lett, srácok! Ja. Én voltam a gyenge láncem, de jó volt. Nem megy ez nekem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. A srácokat Instagramon Zsömit Mázerszel láthatok, de Somának az Instáját, TikTokját, lent a leírásban, amit a képernyőn is megtaláljátok. Nagyon tehetséges srác, úgyhogy kövessétek be, ez Zsömire is abszolút igaz. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, tényleg zseni volt. Ezek a kinél hosszabb verzió, ilyen, tényleg, de úgy mit, több hangszer. Oh, de nem, úgy jól érve. Hiratkozzatok fel és nyomjátok meg a csengőt. És ha fel lesz jobb a csengő, tudni fogjátok, hogy jön új videó. Ne lezártad. Lezártad a videót. Jó, mindez szép volt. Szerintem ez így lezárt. Béke. Igen.